sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcsa, az Újpest egykori kapusa, Monor kapusedzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a másfél nézőket. Éve arra vársz, hogy megcsörrenje a telefonod, és másfél év után megcsörrent. Azaz, hát ez másfél év várakozás után újra kapusedzőként dolgozhatsz a magyar labdarúgásban. Igen, ez így van tulajdonképpen, amilyen hirtelen úgymond vége lett annak idején ennek a csákvári történetnek, és amilyen furcsán. Ez most ugyanolyan hirtelen és kissé furcsán jött, mert már nem igazán számítottam most sem rá, hiszen már tulajdonképpen 3 hét múlva kezdődnek a bajnokságok. De hát megcsörrent az a bizonyos telefon a múlt héten. Akkor ez egy jó példa lehet végül is a többi munkanélküledő számára, hogy soha ne adja fel, reménykedjen. Hát az örök várakozás ilyenkor. De ezek szerint akkor előbb-utóbb néha hát mint előbb-utóbb mindenbe összejöhet bármi. Hát ez most így alakult. Alá is írtad a szerződést? Még nem írtuk alá. Szerintem ezen a héten, vagy a jövő hét elején lesz aktuális, mert itt most nyaralások, meg ide-oda utazgatások vannak, aztán még az, aki tulajdonképpen az adminisztrációs munkát végzi, az még szabadságon van. Uh-huh. Igen, mert ugye hát friss ez a történet. Hát ez abszolút, ez tulajdonképpen a múlt heti történet. Szombaton voltam megnézni egy edzőmeccsüket, meg nyilván beszélgettünk, ma pedig megtartottam délelőtt az első edzést, úgyhogy innentől elindult. Milyen volt? Jó. Nagyon meleg, de nagyon jó. Beugrott rögtön minden, vagy egy kicsit újra kellett gondolnod, hogy kimegyünk, akkor mit, hol kezdjük, stb. Mennyire kellett úgy összeraknod a protokollt? Hát a mai edzésre igazából nem nagyon volt mit összerakni, mert tulajdonképpen a létszámot sem tudtam, hogy hány kapus lesz, 1, 2, 3, 4, hogy mi lesz az edzés anyaga, tehát ez egy kicsit ilyen adhok és hirtelen improvizációs edzés volt, de nagyon, szerintem nagyon jól sikerült, meg hát megismerkedtünk, beszélgettünk sokat. Uh-huh. Úgyhogy nem, szerintem ez egyébként, mert most hosszú idő ez a másfél év, ha úgy nézzük, de annyira azért nem hosszú, meg nyilván foglalkozik ezzel az ember így elméletben is. Szerintem ez egy kicsit olyan, mint a biciklizés, hogy nem nagyon lehet ezt elfelejteni. Jó, persze mondod most, hogy már van csapatod. Vezetőedző, Monoron? Ismertük egymást így távolról, meg a futballpályáról, hát majd most egy közelebbi kapcsolatban, és hát gondolom, hogy telik az idő, egyre jobban megismerjük egymást. Hány kapusod van? Hát ma 3 volt, de abból egy az nem tartozik az egyesület kötelékébe, már csak engedélyt kapott, hogy ott edzhessen, úgyhogy hivatalosan 2, de ma 3 voltak. Uh-huh. Plusz majd, ugye azt hiszem a jövő héten kezdődik az utánpótlás, hát ott meg majd szét kell nézni, mert ott igazából még senki nem tudta pontosan megmondani, hogy melyik korosztályban hány kapus van. És ma oda is edzést mész tartani? Persze. Hát a nagy korosztályban, 15-től fölfelé. Akkor lesz munkád bőven? Hát remélem, igen. Érdekel téged ilyenkor, mikor egy új csapathoz kerülsz, mint kapus edző, hogy ki volt korábban az első számú kapus? Mennyire foglalkoztat ilyenkor a múlt, és mennyire mondod azt, hogy az akkor volt, és megnézem, hogy kik vannak, és majd... Nem, hát nyilván számít, mert egy állandóságot azért, főleg, hogyha olyan karakterű a kapus, de hát itt mondjuk egyértelmű a szituáció, tehát itt nem is kérdés, hogy ki az első számú. Aztán nyilván még azért lehet igazolni, lehet, hogy igazolnak, jön valaki, akkor majd meglátjuk, lehet, hogy jön egy olyan, aki jobb, lehet, hogy nem, hát ezt majd az élet alakítja. Ilyenkor próbálod feltérképezni, mik a hiányosságai, és akkor majd erre kitalálni gyakorlatokat, hogyan lehet csiszolni, hogy működik ilyenkor, mikor egy új helyre kerülsz hirtelen? Hát alapvetően én őt ismertem már a múltból, nyilván nem részletesen. Edzést is tartottál neki régen? Nem tartottam, hát. Viszont láttam edzését, meg meccsét is. Mm-hmm. Persze, nyilván akkor még nem tudtam, hogy mi valamikor majd együtt fogunk dolgozni. Sőt, találkoztunk a kapus edzői tanfolyamon is, amikor ő ezt végezte. Nem, hát én tartottunk már egy ilyen teljesen általános, mondhatni kicsit retrós edzést, amiben benne van minden ilyen alaptechnika, ami
ami anélkül, hogy ezt most külön kiemelném, vagy mondanám, vagy nekik, hogy ezt azért csináljuk, mert sok mindent le lehet szűrni. Itt inkább nem is a, mivel hogy az úgymond első számú egy rutinos 30 év fölötti kapus, tehát itt inkább a fizikai dolgokra kell majd odafigyelni, mert az elmondásuk szerint május óta nem volt ilyen speciális kapusedzésük, tehát itt most ez a 3 hét olyan szempontból lesz fontos, hogy ne is toljuk túl az egészet, mert annak nem lesz jó vége, de azért próbáljunk meg ez alatt a 3 hét alatt annyit előrelépni, amennyi belefér ebbe a 3 hétbe. Mi a Monornak a célja? Még erről nem beszéltünk, mert még a játékos keret is, ahogy én így láttam, még most alakulóban van. Igen, a szombati edzőmeccsen is még volt 4-5 próbajátékos, most ahogy beszélgettünk, ezen a héten ilyen csütörtökig szeretnék lezárni, hogy a keret végleges legyen, és aztán szerintem akkor ezzel a végleges kerettel lesz egy cél meghatározva. Előtte kapustáborban voltál. Így van. Borsod megyében. A Bolyszánton, igen. Hányik alkalommal? Hú, hát ez a 17. tábor volt, én hát olyan 12-13-on lehettem. Az elején nem voltam, amikor elindították a kavicsék, meg kétszer-háromszor, amikor ugye nekem is az edzőtáborok úgy igen. jöttek, hogy mert nyilván mindig a tábornak az időpontja az június hónap, de az mindig úgy lett kialakítva, hogy a Kövesnek, meg a Gyuri bácsinak, Veréb Gyuri bácsinak jó legyen. Tehát nekik van fix, és akkor úgy szerveződik köréjük a stáb a társaságból, aki éppen ráér. Milyen volt most? Szuper. 42 gyerek, 35 fok, remek körülmények. Hány éves kortól voltak ott? Hát 6 éves volt a legkisebb, és azt hiszem, hogy 32-3, akiről beszéltünk, a kollégád, ő volt ott a legidősebb, de ő tulajdonképpen már még aktív kapus, de már besegített, mint edző is. De az átlag korosztály az ilyen 10 és 15 között van, az a legtöbb. Ez egy hetes tábor, ugye? Ez igen, hétfőtől péntekig. Mit tanítotok ilyenkor nekik? Mi a cél? Mindig egy új trend alapján minden évben megújultok, vagy... Nem, mert tulajdonképpen mindenki adja magát, amilyen edzői kvalitásai vannak. Nyilván most ez így nem fog jól hangzani, tehát nagyon érdemi munkát nem lehet végezni, mert most 4-en voltunk kapusedzők, tehát 10-11 gyerek jutott egy emberre, az azért nagyon macerás. Itt inkább a kedvüket próbáljuk meghozni. Nyilván vannak köztük olyanok elég sokan, tehát mondjuk a 42-ből szerintem egy ilyen 15-16 gyerek, aki már versenyszerűen csapatba véd, mert voltak Paksról, Győrből, Reacból, tehát akik már Diósgyőrből járnak sokan. Nekik lehet, mert ugye ők ebbe benne vannak, de nagyon sok olyan van, olyan gyerek, aki most azt mondom, hogy ilyen teljesen amatőr, inkább csak szereti, vagy szeretné. Hát velük meg kell szeretetni, egy kicsit bemutatni ennek a szakmának a szépségeit, nyilván alaptechnikákat végig lehet velük venni. Akik kicsit előrébb járnak, azokat nyilván egy külön csoportba mindig valamelyikünk elviszi, és ott egy úgymond normál kapusedzést lehet tartani, de hát figyelni kell az időjárásra, a borzasztó napsütés, hogy nagy napszúrást kapjanak. Tehát inkább ilyen alaptechnikai érte. Dolgokat, meg ilyen elméleti képzést. Annak idején többször is szóba került, hogy ma már a kapusok mennyivel másképpen jönnek ki a labdára, ugye, amikor a játékos vezeti rá, mint ahogy régen tanították. Igen. Ez szóba került-e? Hát ilyen nagy szakmai elemzések nem voltak. Nyilván ilyen egyéni kis csoportos beszélgetésekben előkerül ez a téma is, mindenkinek más a véleménye, nyilván a gyerekeknek megvan az aktuális példaképe, ők azt a mozgást próbálják másolni. Igen? Hát, de ez nem jó, vagy jó? Hát ebben a kiskorban, meg főleg akik még ugye így amatőr szinten vannak, igen. Mert lelkesek, értem. Csinálják, igen. aranyosak, és ez a lényeg. Nyilván akik már így a szakmai létre egy kicsit előrébb vannak, tehát akik már versenyszerűen igen. sportolnak,
azokkal lehet ilyen szakmai beszélgetést folytatni, de nem az agytágítás ennek a tábornak a célja. Inkább egy ilyen felhőtlen, mint egy tábor. Van minden. A új dolgot nem tanultak, nem hallottak tőletek. Biztos, hogy tanultak, mert hát én azt gondolom, de ezt ők tudnák elmondani, mert mi elmondjuk az, ami bennünk van, megmutatjuk, bemutatjuk, adott szituációba beszállunk a játékba is, tehát biztos, illetve most ez így nem jó, hogy biztos, remélem, hogy tanultak új dolgot. Akkor továbbra is jól fogunk állni kapusokból. Szerintem biztos. Mert ugye a magyar labdarúgás mindig jól állt. Igen, ez egy ilyen örök igazság, ezt már egy ilyen 40-50 éve mindig mondják. De most már jól állnak mezőnyjátékosokból is. A mai kapusok magassága a kornak megfelelő, az elvárásoknak megfelelő? Hát szerintem az első három szempont között van most ez a testmagasság szindróma, mert tehát azonnal, hogyha szóba kerül egy ilyen úgymond ajánlás, hogy láttam itt egy ügyes kapust, és mi lenne, ha milyen magas ez az első. Hát mondom, ha tud védeni, lehet, hogy majd, ha a gyerekről van szó, akkor majd megnő. De igen, ez most a mostani kapus kiválasztásnál, vagy tehát akár ha egy felnőtt kapust választanak, szempont, hogy milyen magas. Én nem vagyok ezzel annyira egyetértésben. Nyilván kell egy magasság hozzá, ez egyértelmű, de hogy most szegény Jasin ezt hallaná, hát, tudod hány centi magas volt a Jasin? Nem tudom. 170. Hát a Casillas se túl magas. És mégis. Hát a Navas se túl magas, tehát már ahhoz képest. De igen, hát igen, vannak olyan kiválasztási szempontok bizonyos helyeken, ahol azt mondják, hogy 1,90 alatt szóba se állnak, van, ahol azt mondják, hogy 1,95 alatt szóba se állnak. Ez az ő dolguk, tehát én nem húzok ennyire. De ezzel nem tudsz mit kezdeni. Nem, meg nem is húzok ilyen határozott vonalat, tehát nyilván kell egy magasság, meg egy kiállás, de ha technikailag, taktikailag és főleg fejben rendben van, akkor szerintem sok dolgot lehet kompenzálni. Nyilván van egy szint, egy nemzetközi szint, ahova úgymond alacsonyabb termettel sokkal nehezebb eljutni, de ugye erre vannak ezek a példák, hogy el tudjuk mondani, hogy egy Navas, egy Casillas is még lehetne sorolni, igen, hogy el lehet jutni. Csak nehéz. Mert hát, ugye most mindenki ezzel kezdéskor, az a baj, meg se nézik. Hát ez a nagyobb baj. Tehát, ha rossz számot mondasz, akkor már meg se nézik. Igen, tehát ez a nagyobb baj, és hát vagy magas sarkúba kell menni, meg hosszú nadrágba, hogy ne lássák. Én a sanszot ilyen szempontból mindenkinek tényleg megadom. Tényleg, hogy kérdezzem meg, ez annak idején, mikor még ez nem volt téma, hogy ilyen magasnak kellene kapustak, azért már akkor fölmerült az, hogy a mozgás kultúrája egy 195-ös kapusnak már nem egészen olyan stabil, olyan jó, mint egy 187 centi magas kapusé. Ez mennyire igaz? Azért kérdezem, mert ugye erről volt más, szó. Más, inkább úgy mondom, hogy más. Máshol van a súlypontja, más az izomzata. Másképp kell összerakni, de attól még lehet ugyanolyan jó, nem az, meg ugyanolyan harmonikus. Ebben igazad van, nem az, csak hogy nem, hát teljesen más. Nyilván más, eleve máshol van a súlypontja. Ráadásul ugye attól is függ, hogy milyen az izomzata, mennyi izom van rajta, milyen hajlékony, mennyire merevek az izmai, tehát nagyon sok összefüggés van, de mindegyiket lehet kezelni. Hát ilyen szempontból annak idején akkor én sem nagyon mentem volna át a rostán, mert én egy 88 vagyok voltam, tehát nekem is akkor nagyon lábujjhegyen kellett volna közlekedni, de hát az a korai középkor végén volt, úgyhogy. De hát nem okozott neked gondot, hogy a lábad mellé lőtték a labdát? Nem, abszolút. És a mai kapusoknak hogy megy a lábbal való munka? Mert ugye most elvárják, hogy kétlábasak legyenek a kapusok, tudjanak labdát kezelni, passzolni, cselezni. Azt kell, hogy mondjam, egyre jobb. Tehát az utóbbi években, hát azt nem mondom, hogy látványosan fejlődött, de rohamosan fejlődik, és egyre több
kapus van, aki nagyon ügyes lábbal, sőt, most már azt is megmerem kockáztatni, hogy mindkét lábbal, és elég hangsúlyos a lábbal való játék oktatása, tanítása, edzéseken is, most már egyre jobban. És látszik a fejlődés tényleg. Nyilván van a másik véglet is, de hát előbb-utóbb mindenkinek be kell látni, hogyha más nem, otthon a garázs ajtón lehet gyakorolni. Balra mint jobban. Ahogy mit csináltuk annak idején. Te is balra jobban? Hát a garázs ajtó az megsínylette. Akkor te miattad volt az a sok törött garázs ajtót kazni, barckán ott a erdő aljába. Apuék javították a bányába. És már mindent értünk. Akkor te kétlábas vagy? Hát alapvetően inkább bal, de nem jöttem zavarba, vagy nem jövök zavarba, hogyha jobbal kell rúgni. Egyébként tényleg könnyebb egy balostak a jobbost megtanulni, mint fordítva? Na, ezt nem tudom. Ilyenem még nem gondolkodtam. Lehet, de ehhez szerintem egy olyan... Mindjárt akkor te óriási előnnyel születtél, ballábas voltál. Igen. Balkezes is vagy? Nem, jobbkezes. Te jobbkezes vagy, uh-huh. És ballábas. Uh-huh. Miért nem futballoztál inkább? Hát ezt látod, nem tudom, mert valahogy bekeveredtem a kapuba, aztán ott ragadtam. Erről... Tehát nem mondtad, hogy te csak 188 centi magas leszel? Tehát te a jövő sztenderdnek nem fogsz megfelelni? Akkor abban az időben még nem volt antropometriai vizsgálat, meg nem is érdekelte őket, hogy ki milyen magas, nyilván ne legyen törpe az ember. De úgy néz ki, hogy ez akkor ott megfelelő volt. De azt nem tudod, hogy kerültél be a kapuba? Hát a konkrét esetre nem emlékszem. Szerettem védeni, de ugyanannyira szerettem focizni is, mint ahogy a mai napig. De mióta abba hagytam az aktív pályafutásomat, én nagyon-nagyon keveset álltam kapuba, én inkább mezőnybe játszok, ahol lehet. Nyilván, ha elmegyünk ilyen Újpest, meg ilyen öreg fiús történetekre, Ott azért a védek. A helyeden vagy, hogy tudják, ott, hogy... Ott a helyemen vagyok, de igen. Minden ilyen baráti összejövetelen, meg ilyen amatőr társulásban én nem állok be a kapuba. De hogy kerültem oda, tényleg nem tudom. Már azért mondom, mert te tudom jól, Barcikán, ugye, ott azért úgy keresd nagyítóval a ballábas játékosokat, labdarúgókat, tehát annyira jó volt lehet nekik. Még akkor nem voltam ballábas, még erre nem emlékszem már, lehet akkor jobblábas voltam, és azért tanultam, na mindegy. Nem, hát hogyha édesapám élne még, és őt megkérdeznéd, ő biztos, hogy azt mondaná, amit x éven keresztül mindig hangoztatott, ha ez a kérdés fölmerült, hogy hát ő mindig az akart lenni. És én mondtam, hogy nem akartam az lenni, csak oda keveredtem, tehát ezt most már én örök homály fedi. Na, és most már tulajdonképpen mindegy is, mert vége van. Szabi, akkor most a lelked megnyugodott? Minden rendben van most körülötted? Hát a lelkem az eddig se volt nagyon zilált, csak nyilván szerettem volna azt csinálni, amit csinálok, vagy csináltam 40 éven keresztül, meg amit tulajdonképpen az utolsó 10-12 évben csináltam. Kicsit zavart ez az üres járat, főleg mondom azért, ahogyan vége lett erre a rövid időre, hogy így fogalmazzunk. Kicsit nem értettem, hogy miért nem, de nem voltam feszült, meg ideges, az, aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok egy ilyen kapkodó idegbeteg típus. Vártam a lehetőséget, és most úgy néz ki, hogy eljött. Na, szuper. Akkor lehet, hogy jövőre megint nem tudsz elmenni, akkor ebbe a kapus iskolába? Hát szerintem, ha minden így marad, akkor szerintem el fogok tudni menni, mert ez a június, ha ez a monor marad, szerintem az pont a pihenő időszak. Uh-huh. De hogyha, adja Isten, úgy alakul, akkor sajnos nem leszek ott a táborba. Egyébként ma hány éves korig lehet védeni magas szinten? Hát hogyha ugye Buffon példájából indulunk ki, 40 pluszosan bőven, Király Gabi is azért 40 pluszosan. Szerintem ez abszolút genetika, meg hogy ki mennyit áldoz rá, akár fejben, akár fizikálisan, hogyha ha úgy az ember teste rendben van minden szinten, akkor ez mehet 40 fölé. Ha a vezetők is úgy gondolja. Hát nyilván ez egy olyan teljesítmény is kell, tehát most, hát ha most abból indulunk ki, hogy és már itt akkor itt táboroztunk,
most nem fogok tudni kapásból pontos számot mondani, de hát Veréb Gyuri bácsi is 50 pluszosan védett még egy meccset, amikor minden kapus megsérült Diósgyőrbe. Tehát ez se, és egyébként a mai napig remekül néz ki. Tehát, ja, igen. Tehát hibátlan. Ez csak az is jut eszembe, hogy holnap a Ferencváros játszik a Szigetegen, ugye. Túri Géza. Így van, és a Túri Géza kapcsán jutott eszembe, aki ott él ugye családjával már nem tudom hány éve. Nagyon sok éve. És azért kellett elmennie, mert közölték vele 33 évesen, ezt ő nyilatkozta, hogy már öreg vagy. Már hogy innen kellett? Igen. Hát ezért kellett elmennie. Nézd, ez, ha most leszűkítjük ezt Magyarországra, ezt azért akár mezőnyjátékos, akár kapus, most ezt vehetjük egy kalap alá, ezt sok helyen megkapták, megkapjuk, akár én is abban az időben. Tehát, hogy így 32 fölött már szokták öregezni a játékost, de én azt mondom, hogy ez körülbelül ugyanolyan, mint a magasság. Én pusztán a teljesítményt venném alapul, mert 41 évesen lehet ugyanolyan szuper teljesítményt hozni akár a kapuba, akár a mezőnybe, mint amilyen rosszat 25 évesen. Tehát ez én szerintem abszolút nem korfüggő. Ha a test bírja, meg az elme, és olyan a teljesítmény, akkor szerintem ennek nincs így határa nagyon. Monornak mi a klub színe? Kék-fehér. Féli bennem az Újpest is. Igen, tulajdonképpen, ha így veszik, akkor igen. Mert ugye lila-fehér vérű vagy. Igen. Csak mit szólsz az Újpesthez? Hát, most állítólag mennek a találgatások, állítólag három cég is versenyez. Igen, ezt olvastam. Hát nem tudom, hogy eldördült-e már a rajtpisztoly, mert hogy ez a verseny, ez hova fog kifutni, meg főleg mikor, meg hogy van-e ez a három cég, mert ugye most már az elmúlt x évben hallottunk. Annyi mindent írtak, aztán kiderült, hogy semmi nem igaz. Igen. Hát most mondjam azt, hogy szurkolok, hogy valamelyik nyerje meg, de nem tudom, hogy melyik. Tehát konkrétan... Senki nem tudja, hogy melyik lenne jó, vagy ezek hogy lenne jó. Igen, tehát így a homályban vannak még ezek a cégek, nyilván fölreppennek nevek, akiket vagy ismerünk, vagy nem, vagy tudunk róluk, vagy nem. Hát majd meglátjuk, szerintem majd az élet elrendezi. Az igazság, hogy a Jurácsi majd sokszor elmondta, a labdarúgás nem sport, hanem üzlet. Hát ez egyébként... Innentől kezdve, akik megveszik, nem azt fogják nézni, hogy neked, mint szurkolónak jó lesz-e, hanem hogy nekem, mint üzletembernek jó lesz-e. Hát nyilván itt eurómilliókról van szó. Ezt ne felejtsék el soha a szurkolók, hogy most már ez a szempont, és nem az, hogy neked, mint szurkolónak jó lesz-e. Hát igen, csak itt ebben most megint benne van az a tényező szerintem, és ez pusztán csak az én véleményem, hogy körülbelül 3 hét van a bajnokság kezdetéig. Most itt még megy a idézőjelesen cirkusz a tulajdonosváltás körül. Ugye van 3+1, mert ugye van a Düsatel, meg van a 3, aki meg akarja venni. Na most ez ilyen csettintésre nem fog megtörténni. Ha meg megtörténik, és mondjuk a 3 közül valaki megveszi, akkor ott elkezdődik egy átalakulási folyamat. Na most ki tudja, hogy ki mibe akar majd beleszólni, meg játékos keret, meg erre van pénz, arra nincs, ezt csináljuk, azt csináljuk, tehát ez egy kicsit káoszosnak tűnik, aztán ne legyen igazam, és menjen minden, mint a karikacsapás, és gyorsan, de hát ezt majd meglátjuk. Ezért gondolkodtam el azon, hogy jó, mondom, Kis Tamás, ugye ő is igazolt most az Újpesthez. Ja, igen, a Felcsútról. Hogy nem gondolkodtak így ilyen szempontból, most oda megyek, hív engem a Vignics, meg stb. Ugye a klubiskola lehet, hogy 3 hét múlva teljesen más lesz, mert most ugye a sajtó ezt lebegteti, hogy minden meg fog változni, mert ott van az a 3 új befektető. Én szerintem egy játékos nem... Ez mennyire foglalkozik nem, ezzel? Szerintem biztos, hogy foglalkozik valamennyire vele, de szerintem ez nem szempont, hanem jó, csak így akkor de azt sem biztos, hogy játszani fog utána. Azért csak szempont de az, kell legyen. Az nem a tulajdonostól kell, hogy függjön, hogy ő játszik, vagy nem. De naív vagy. Nem, hát ez így, az edző állítja össze a csapatot, igen, hogy nem. Igen. Ja, de? Igen. De. Igen? Na, igen. Jó. És tehát, hogy ő szerintem egy játékos, most nem csak a Tomiról beszélünk. Persze. Ő nézi a saját szempontjait, a saját érdekeit, már olyan szempontból, hogy hova kerül, anyagilag, stb. Ami még benne van egy ilyen szerződésben,
és szerintem úgy van vele, hogy ha most lesz is tulajdonosváltás, attól ő még ennek a klubnak az alkalmazottja. De minden esetre a BVSC-ben játszott most szombaton, ugye? Igen. Az Újpest, és egy csúnya, nyögvenyerős meccsen éppen, hogy csak nyert 2-1-re. De nyert. 2-1. A győzelmet nem kell megmagyarázni. És ilyenkor van még a másik aranyigazság, hogy ez csak felkészülés volt. Most még fáradtak a játékosok, még le vannak terhelve, majd ha felfrissültek, jobb lesz. Hamarosan kiderül. Persze. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.